Jó napot kívánok, kedves nézőink! Üdvözlöm Önöket az Erdélyi Figyelőben. A következő percekben kitekintünk a Kolozs megyei Torda Szent Lászlóra. Utazunk az internet segítségével Torda Szent Lászlóra, amely település október 24-e óta karantén alatt van, vesztegzár alatt van. Hogy ez hogyan is történhetett, és mit is jelent pontosan a település lakói számára karanténban lenni, a következő percekben Balázs Attila református lelkipásztort kérdezem mindezekről. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy bekapcsolt a műsorba. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőinket. Tehát karantén alatt, vesztegzár alatt van Torda Szent László október 24-től. Mit jelent ez pontosan? Amikor megtudták a falu lakói, akkor nagyon ijesztően hangzott ez a vesztegzár. Egy picit ilyen háborús övezetnek minősítették önmagukat az emberek, és természetes volt az, hogy bizonyos fokú pánik hangulat alakult ki, mert az első információk arról szóltak, hogy a falut nem lehet elhagyni, a faluba nem lehet bejönni, csak a rendvédelmi szervek tudnak majd bejönni, mentő, és az ellátást oldják meg, az élelmiszer ellátást, és azt is nagyon szigorú körülmények között. Azonban ahogy az információkat jobban alaposan szemügyre vettük, akkor kiderült az, hogy nem annyira sötét a helyzet. Egy megfigyelésnek minősíteném, egy szigorúbb felügyeletnek minősíteném a jelenlegi helyzetet, amikor a rendőrség és a csendőrség ott áll a falu bejáratánál és kijáratánál, ellenőrzi a bejövő forgalmat, illetve távol tartja azokat, akik nem a faluba jönnek, illetve a kimenő forgalmat, és teszik mindezt a mi védelmünk érdekében. És ezt hál' Istennek az emberek számára sikerült jól lekommunikálni. Az első ijegység, rémületet követően megértette mindenki, hogy most nem bezárnak bennünket az otthonainkba, és szigorúan nem hagyhatjuk el se az otthonainkat, se a falu határait, hanem megvannak azok a törvényes feltételek, amelyekkel ezt megtehetjük. Az utcán mindenki maszkkal járhat, de ez most már egyáltalán nem új, hiszen az ország szinte minden településén hasonlóan történik. Mindenki elmehet üzletbe, bevásárolhat, a szükséges javakat megszerezheti magának, élelmiszert, gyógyszerellátás az folyamatos. És azok, akik a településen kívül dolgoznak, településen kívül van a munkájuk, azokat kiengedik. Egy igazolás birtokában a munkaadótól kell egy igazolást beszerezniük, illetve egy saját felelősségre kiállított nyilatkozattal kell bizonyítsák azt, hogy mi az úti céljuk és miért hagyják el a falut. A tiszteletes úr, arról beszéljünk még, ugye azt mondják, hogy azért kellett vesztegzár alá helyezni Torda Szent Lászlót is, mert hogy a koronavírusos fertőzöttek száma meghaladta a 3000-eket. Ez most egy picit ilyen elvontabb, vagy aki nem tud matematikát, nem tudja annyira beazonosítani. Körülbelül, vagy pontosan, meg gondolom, hogy pontos adat is van rá, hányan koronavírusosok a faluban? Jelenleg a faluban 26 nyilvántartott fertőzöttről tudunk. Ez azt jelenti, hogy a falu 1000 fős lakosságára levetítve ez egy eléggé nagy szám, hiszen a 3000-ig annyit jelent, hogy 1000 emberből 3 fertőzött, mert ez nálunk jóval nagyobb, mert 1000 emberből 26 a fertőzött. A fertőzöttek már több mint másfél hete karanténban vannak, családjukkal és direkt kontaktusukkal együtt, és ezért volt számunkra egy picit furcsa és váratlan ez az intézkedés, hogy másfél hét elteltével döntött úgy a prefektúra, hogy az egész falut lezárja. De ezt is sikerült önmagunk számára érthetővé tenni, és ezt úgy lefordítani, hogy nem ellenünk történik a lezárás és ez az intézkedés, hanem miattunk. Amiatt, hogy az esetszámok ne növekedjenek, hogy kordában lehessen tartani, felügyelet alatt lehessen tartani a fertőzésnek a terjedését, és természetesen azért, hogy a külvilágba se tudjuk elvinni. Mennyire betegek a betegek? Kérdezem itt, hogy súlyosabb állapotról tudnak-e, könnyű lefolyású-e a betegség?
Egyelőre, hála Istennek, senki nem került súlyos állapotba. Egy pillanatnyilag egy megfázásos tüneteket mutatnak a betegjeink, de ez nem tehet bennünket könnyelművé, mert bármikor változhat, bárkinek az állapota súlyosabbá. Ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy a betegeinket rendszeresen felügyeljük, kapcsolatot tartsunk velük, kialakult egy önkéntes csoport, akik ellátják a betegeinket, bevásárolnak nekik élelmiszert, akár gyógyszert is bevásárolnak, de az önkéntes csoportnak a feladata nem csak az, hogy ellássa őket, hanem az is, hogy információkat kapjon róluk, és abban a pillanatban, hogyha bárkiről kiderülne, hogy az állapota súlyosbodik, abban a pillanatban értesítenénk a hatóságot, illetve az egészségügyi ellátáshoz fordulnánk. Hála Istennek minden mai napig ez nem történt meg, és mivel már a vége fele közeledik azoknak a fertőzötteknek az időszaka, akik karanténban ülnek, bízunk abban, hogy már nem is fog megtörténni. A szociális hálón azért többen vannak, akik azt mondják, hogy hát felelőtlenség volt a falu lakói, a közösség részéről, hogy azon a bizony, vagy megszervezték azt a keresztelőt, amin ugye terjedt a vírus, mint olyan, hiszen állítólag az van, de majd cáfoljon rá ön, vagy erősítse meg, hogy egy bizonyos keresztelő megszervezésével tudott így elszaporodni és elterjedni a vírus Torda Szent Lászlón. Mi az önök álláspontja, hogy van ez, felelőtlenség volt-e, vagy sem? A kezdeti stádiumban mi is kerestük az okát, vagy a kiinduló pontját, és éppen azért kerestük, hogy tudjuk a legjobban körülhatárolni a fertőzésnek a lehetőségét, de most már szinte egy hónapos távlatból azt tudom mondani, hogy nem lehet feltétlenül ráfogni arra, hogy azon az eseményen történt. És hogyha azon is történt volna, most gondoljunk bele abba, hogy az akkor hatályban levő törvényes rendelkezéseket betartva történt ez az esemény. Értem én azt, hogy mindig azt szereti az ember, hogyha megtalálja a felelőst vagy a kiinduló pontot, bizonyos mértékben ez fontos, mi is ezt kerestük, éppen azért, hogy a legjobban körül tudjuk határolni, és el tudjuk szigetelni a fertőzésnek a gócpontját, de nagyon óvatos lennék, és kerülném annak a lehetőségét, hogy egy bizonyos csoportot akár megbélyegeznénk, vagy túlságosan nagy felelősséggel ruháznánk fel. A helyzetben, a jelen helyzetben én úgy gondolom, hogy sokkal inkább arra kellene fektetnie a hangsúlyt az itt lakóknak mindenképpen, de azoknak is, akik a külvilágból követnek bennünket, hogy mi az, amivel segíteni tudunk egymáson, és ezt a helyzetet elviselhetővé tudnánk tenni. Legyen ez a zárszó, nagyon sok egészséget kívánunk a falu minden lakójának, annak is, akit nem fertőzött meg a vírus, maradjon az egészséges, a többiek pedig gyógyuljanak. Köszönöm szépen Balázs Attila református lelkipásztornak, hogy bekapcsolt, és mindezekről beszélgethettünk. Köszönöm szépen mindenkinek egészséget, Isten óvja mindenkit a betegségtől. Kedves nézőink, önöknek köszönöm a figyelmet mára. A következőkben Székre utazunk, ugyanígy az internet segítségével, a másik Kolozs megyei település, amely Vesztegzár karantén alatt van. Lássuk, hogy mi az ottani helyzetkép. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!